Első rész, a legenda. Viszik a kis Veronikát. Özvegy tanítóné halt meg halálban. Mikor tanító hal is meg, szomjasan maradnak a sírások. Hát még, mikor az özvegy megy utána. Nem maradt annak a világon semmije, csak egy kecskéje, egy hízlalás alatt lévő libája és egy 2 éves leánygyermeke. A libának még legfeljebb egy 7-ig kellett volna híznia, de úgy látszik, ez se várhatta be a szegény rektorné asszony. A korára nézve korán halt meg, de a gyerekre későn. Annak meg se kellett volna születnie. Bár akkor vette volna magához az Úristen, mikor a szegény urát. Istenem, micsoda szép hangja volt annak. A kis porontj az apja halála után született, de nem későre, egy vagy legfeljebb 2 hónap múlva. Megérdemelném, hogy a nyelvemet kivágják, ha rosszat mondanék. Se nem mondok, se nem gondolok. Jó, becsületes asszony volt. De mire való volt már neki ez a vakarcs? Könnyebben ment volna a más világra, ha magával vihette volna a terhet, mintsem, hogy itt hagyja. Aztán meg nem is illett, Isten bűnéül ne vegye. Hiszen, uram fia, egy nagy káplán fiúk volt már a tanítóéknak, az bizony jó fiú, akárhogy nem segíthette még az anyját, mert maga is csak káplán volt eddig, valami igen-igen szegény plébánosnál, messze Tótországba, hanem most vagy 2 hete, úgy verik a hírek, önálló plébános lett egy Glogova nevű falucskában, valahol a Selmec bányai és Besztercei hegyek között. Van is olyan eleven ember a faluban, Kapicány János uram, aki ökörhajcsál korában megfordultott egyszer, hogy azt mondja az utálatos egy fészek. Én most, mikor már egy kicsit talán segítette volna a pap fia, most kellett meghalnia a kántornének. Hát, bizasz föl nem támaszthatjuk többé semmiféle lamentációval. Ennél fogva csak azt akarom elmondani, becsületére legyen nemes halálközségnek, hogy tisztességesen temették el a jó lelket. Elég pénz ugyan be nem gyűlt a temetési költségre, még a kecskét is el kellett adni, hogy kiteljen, hanem a lúd megmaradt. De mint hogy kukorica nem maradt hozzá, tehát lesoványodék. Lassú pihegése helyett visszatért rendes lélegzetvétele, loma járását a nagy hasa miatt fölcserélte hajdani fürgeségével, szóval megmenekedék a közeli halál elől, éppen egy másik lénynek a bekövetkezett halála által. Isten bölcs végzése, mikor életet olt is, életet menthet. Mert higgyétek meg nekem, hogy a mennyei jegyzőkönyvekbe éppen úgy be vannak jegyezve az oktalan állatok, mint az okos állatok. És gond vagyon ezekre talán éppen úgy, mint a királyokra és a hercegekre. Isten őszent felsége minden esetre jó, bölcs és hatalmas. Na de bíró uram se csekénység, elrendelte legott a temetés után, hogy a csöp leányzó, Veronika a keresztneve, soros legyen a falusi gazdáknál, s a tizedes vigye minden nap más-más kordára, hol is illendő ellátásban részesítendő. És meddig fog ez tartani így, bíró uram? Kérdezték a tanácsbeliek aggódva. Míg nem méltóztatom másképp intézkedni, felelte Nagy Mihály kurtán. Így is volt a nagy dolog, vagy 10 napig, mikor aztán egyszerre híre ment, hogy Billegi Máté és Kocka Ferenc urai még Besztercze bányára viszik eladni a búzájukat, mert hogy azt mondják arrafelé, még nem olyan okosak az idők, mint mi nálunk. Kapott a jó alkalmon Nagy Mihály, noha oda viszik a gabonájukat. Akkor hadd vigyék el a gyereket is a pap bátyjának Glogovára. Arra esik valahol az a Glogova? Dehogy esik arra, dehogy, ellenveték ezek. Arra kell esnie, punktum, döntötte el a bíró. Szabódtak, okoskodtak ők elmeik, hogy így úgy nagy a kitérő, nagy az alkalmatlanság az úton, de meg kellett lenni, ami parancs, az parancs. Egy szerdai napon föltettek a zsákok tetejére a Billegi uram szekerén egy kosarat, és abba a Veronkát, meg a libát, mert az, mint örökség, vele jár.
A felsővé fehér népei pogácsát, marcipánkot sütöttek az árva kis jószágnak az útra a borzasztó idegen világba, és teleraktak egy szeredást aszalt körtével, Szilvával. És amikor a nehéz szekér megindult, még meg is siratták a parányi gyermeket, aki nem tudta, hova viszik, miért viszik, csak azt látta nagy mosolygással, hogy a cocók megindulnak, és ő nem mozdul egy zsák tetejéről, a kosárból, de a házak, a kertek, a mezők és a fák idébb jönnek. Glogova régen. Glogovát nem csak kapicány uram látta, sorok írója maga is járt benne. Sovány, kietlen vidék az kopárhegyek között fekszik, egy szűk völgyben meglapulva ez a falucska. Messze-messze innen sehol sincs még jóra való országút sem, nemhogy vasút lenne. Most újabban úgy tetszik jár valami kávémasina Beszterce és Selmecbánya között, de az se érinti Glogovát. 500 esztendő kell ahhoz, hogy Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba eső falvak vannak. A talaj agyogos, terméketlen, makacs. Azt mondja, hogy ő csak bizonyos növényeket hajlandó táplálni, például zabot, krumplit, a többire nem vállalkozik. De ezeket is úgy kell kicsalni az anyaföldből, úgy szólva erőszakkal. De nem is anya ez a föld, inkább anyós. Tele van a belsejek kövekkel, és csúnya repedések, árkok hasogatják meg, amiknek a szélein fehér fű árva lány hajleng, mint az elaggott anyóka állán ősszőrszálak. Túlságosan örege a föld, de hisz nem lehet öregebb, mint a többi, csak hamarabb kiélte magát. Lent az aranykalászos rónaság csak fűszálakat növesztett sok ezer év óta, itt pedig óriás tölgyek és cserfák nőttek. Nem csoda, hogy előbb fáradt ki. Szegénység, nyomor van itt, és mégis valami báj, valami édes poézis lengi át. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák, melyek rájuk néznek. Szinte nem illenéke szép sziklákat elrontani cikornyás kastélyokkal, melyeknek tornyai eltakadnák őket. Boróka és bodza illa tölti meg a levegőt, egyéb virág nincs is itt. Legfeljebb egy-egy májva rózsa virít némely kertecskében, ki fehéren, ki veresen, mezitlábas kenderhajú tótleány öntözget egy köcsökből. Szinte még most is előttem van a kis tótfalu, az 1873 év óta, amikor benne megfordultam. Látom házikóit, a kerteket bevetve lucernával, beültetve kukoricával, közül egy szilvafa alátámasztva rudakkal, mert a gyümölcsfák megteszik a magukét, mintha összebeszélnének. Tápláljuk a szegény tótocskákat. Mikor ott voltam, éppen a pap halt meg, annak a hagyatékát vettük fel a szolgabíróval. Nem volt valami sok dolgunk. Kopott bútorok és rossz reverendák maradtak csak utána. A falubeliek megsiratták az öreg papot. Jó ember volt, mondták, de nem tudott gazdálkodni. Az igaz, hogy nem is igen volt miből neki. De hát miért nem fizetik jobban a papjukat? Hányt a szemükre a principálisom. Egy nagy varkocsos tót felelt hegykén, fejebb tolva hasának tiszőt. Nem a mi szolgánk a pap, hanem az Úristen szolgája. Mindenki fizesse a maga szolgáját. A hagyaték fölvétele után, míg a kocsis befog, átmentünk egy percre az iskolát megnézni, mert a szolgabírán előszeretettel játszotta magát tanférfiúra. Alacsony, ütött kopott házacska volt az iskola, természetesen zsuppal fedve, zsindeig csak maga az Isten vitte fel Glogován, de az ő háza is csak szerény volt, torony már nem jutott rá, azt egy harangláb helyettesítette idelen. A tanító az udvaron várt bennünket, ha jól emlékszem, Majzik Györgynek hívták, robosztus, erős ember volt, java férfi korban, értelmes, okos arcú, egyenes, igazbeszédű. Egyszerre rokon szenved költött az emberben. Bevezetett a gyerekekhez, az iskolás lányok ültek balról, a fiúskák jobbról, szépen megfésülve, mind felálltak nagy sustorgással, és éneklő hangon kiáltották. Vitájtje, pányi, vitájtje! Legyetek üdvözölve, urak! A szolgabíró egy-két kérdést intézett a csinos pufóképű gyerekekhez, akik roppant megbámultak bennünket kerekre nyitott, diószínű szemeikkel,
Valamennyinek dió színszeme volt. A kérdések persze nem voltak nehezek, hogy hány az Isten, miképpen hívják ezt az országot, és több ilyenek. A gyerekeknek mégis némi gondot, fejtörést okoztak. De a principálisom nem volt szigorú ember, barátságosan veregette meg a tanító vállát. Meg vagyok elégedve, Amice. A tanító meghajtotta magát, és hajadon fővel kísért ki bennünket az udvarat. Csinos gyerekek, mondta ott künn a szolgabíró kedélyesen, de honnan van az, Domine Frater, hogy itt mind olyan egyforma képűek? A glogovai mester egy kicsit zavarba jött, aztán őszinte kedélyesség öntötte el egészséges piros képét. Hát az onnan van, tekintetes uram, mert a nyáron az összes glogovai férfi nép elszéled le az alvidékre mezőmunkára, és ilyenkor olyan magam vagyok itt egészen őszig, mint az ujjam. Csintalan mosoly jelent meg az ajkai körül. Méltóztatik érteni? És hány éve van itt? Kérdi erre a szolgabíró élénkebben. 14 éve, kérem alásan. Látom a kérdésből, hogy méltóztatik érteni. Ez a kis párbeszéd maradt meg emlékemben egész mai napig glogováról. A kocsira ülve elismételgettük, és mindig nevettünk rajta. A szolgabíró otthon sokáig beszélte a társaságokban, mint valami kedves csemegét. Rá vagy két hétre híre jött, hogy egy fiatal káplánt kaptak oda papnak a glogovaiak. Valami Béji János nevűt. A szolgabíró, jól emlékszem, megjegyezte. Legalább a mester nem lesz már egyedül nyaranta. Az új pap glogová. Az új tisztelendő úr beköltözött, egyetlen fakó szekére hozták haza papjukat a glogovaiak. A szekér elé két kajalaszarvú tehénke volt befogva. Útközben meg is fejte őket az egyházfi Szlávik Péter egy köcsökbe, és megkínálta a fiatal papot. Nagyon kitűnő tej, mondta. Kivált a bimbó teje, a szőrséges, mintha valami almázia volna. Az új pap holmia kevésből állott, egy festetlen deszkaláda volt az egész, egy csomag ágynemű, továbbá két bot és pipaszárak összekötve madzaggal. Útközben a falvakon egyre kötekedtek a glogovaiakkal. Hát nem tudtak kendek külön fogatot összeállítani a papjuknak. Hát mitűrés tagadás, a glogovaiak restelték a dolgot, és inkább a fiatal pap rovására vágták. No, elég jó az. Ezt a holmit bizony egy üsző bornyú is elhúzná. De ha nem hozott fölösszámú javakat glogovára, tisztelendő Bényi János, bizony ott se talált egyebet, csak a düledező parókiát. Az előbbi pap rokonai minden holmit elvittek, csak egy kutyát hagytak, a néhai plébános kedvencét, amely csak olyan kutya volt, mint a többi, alakjára, szőrére nézve, de szerencsétlen természete miatt bizony népszerűtlen, külön állást kezdett most elfoglalni, ugyanis a pákosztosságából kifolyólag déltájba sorra járta az egész házsort, bepislantván a konyhákba, mivel hogy a megboldogult urának szokása volt ez, hogy minden napra más-más gazdához invitáltatta magát ebédre, és a kutyáját is magával vitte. A kutya név szerint Visztula, na ugyan kár volt olyan messze menni, folyam névért, amikor itt a határon keresztül foly a csillámló Bielavoda. Keservesen kezdte tapasztalni, hogy a pappal együtt ketten többet értek, pedig azelőtt kutya filozófiával azt gondolta, hogy a tisztelendő úr fogyasztja el előle az ennivalót. Ugyan, de ő adta a tekintét és a befolyást. Na most már kikergették Visztulát a konyhából, mielőtt valami műveletbe foghatott volna, sőt, el is páholták néha napján. Szóval nagyon cudar, sovány állapotban volt, mikor az új pap megérkezett, és mikor az egyházfi megmutogatta neki új otthonát, a négy csupasz falat, a labodával benőtt kertet, az üres istállót, az ólakat, a szegény fiatal pap elmosolyodott. És ez mind az enyém? Mind, amit itt lát. Még az a kutya is, mondta Szlávik Péter némi kedélyességgel. Miféle kutya ez? Ez bizony a megboldogó tisztelendő hagyatéka,
Ő utána maradt. Már nagyon is akartuk volna ütni a szegény alkalmatlan párát, de senki sem meri, mert azt mondják, hogy hát, ha az égből nézi az öreg tisztelendő, és kísérteni visszajön miatta. A kutya szelíden, szomorúan, szinte könyörgő szemekkel látszott az új papra nézni. Lehet, hogy a reverenda látása hozta ilyen melankolikus hangulatba. Megtartom magamnak, mondta a fiatal pap, és lehajolt és megveregette az állat sovány hátát. Na, legalább lesz valami eleven eredmény a közelemben. Hát az bizony jó lesz, humorizált az egyházfi, mert nagy élvezet parasztnak pappal évődni. Az embernek kezdeni kell valahol, úgy is lehetne, hogy előbb az őrizni valót szerzi meg, aztán az őrzőt. Á, de így is jó az, tisztelendő úr. Mosolyogott, olyan rokonszenvesen tudott mosolyogni, mint egy leány. Maga is belátta, hogy az öreg visztulára nem vár nagy hatáskör, valóságos magánzó lesz a kutya társadalomban. Ez alatt egyre többen-többen gyülekeztek az udvarra, menyecskik, akik messziről nézték, és azt mondták, Istenem, milyen fiatal is, már pap! A férfiak egészen közel mentek hozzá, és kezet fogtak vele. Isten hozta! Itt jó dolga lesz! Az öreg anyóka közbe kiáltott, holtig itt lehet nálunk? Az idősebb asszonyok egyike így szólt, csinos egy ember, derék egy anya volt, aki szűrte. Egy szóval tetszett az új pap mindenkinek, nyájasan szépen beszélgetett az idősebb emberekkel egy kicsikét, majd azt mondta, hogy el van fáradva, és átment a tanítóhoz, mert a tanítónál volt a lakása addig az ideig, amíg valami állapotba hozzák a plébánia lakot, és amíg a jövedelmek befolynak. A tanítóhoz már csak a főbb emberek kísérték el, egyházi dolgokban bennfentesek. Szlávik Péter, aztán Gongol Mihály, a Glogovai Nábob és a Molnár, Klincsok György. Ezektől tudakozta ki azután behatóbban a hívságos földi körülményeket, és feljegyezgette a jegyzőkönyvébe, hogy némi számítást csinálhasson. Hány lélek is van a faluban? Nem sok híja van az 500-nak. Mit fizetnek ezek a papnak? A derék férfiak elsorolták hűségesen, mennyi a párbér, mennyi fajár, hány vék a rozs, mennyi a zlevka. A fiatal pap mind szomorúbb és szomorúbb lett. Hát bizony, ez kevés. De lehangoltam. Hát mennyi a stóla? No, az bizony elég nagy, felelte a mindenben verzátos Klincsok György. Temetés után hát az a halottól függ, az esküvő pedig olyan, ami csodás, az összekötendő pár, mert ilyenkor ugye gavallér az ember. Hanem a keresztlevél kivételéért egy pengő forint jár, hát az már valami. Mennyi esküvő van évenként? Hát az a krumpli mennyiségétől függ, tisztelendő úr. Sok krumpli, sok lakodalom. A termés határoz, de 4-5 mégis akad. No, az kevés. Hát haláleset mennyi van? Ja, az a krumpli termés minőségétől függ. Rossz beteges krumpli, ha terem, sok halál van. Jó krumpli mellett nincs halandóság. Senki se bolond meghalni olyankor. Nem mondom egy-kettőt, mégis agyonüt évenként egy-egy lefűrészelt fa az erdőbe, vagy szerencsétlenség történik, valaki lefordul a szekerével az árokba, és szörnyet hal. Jobb esztendőkben azonban 8-ra is tehető a halálesetek száma. Hát csak, hogy az nem a papé, mint, mondta a Glogovai Nábob, megigazítva kevélyen a hátul fésűre szedett copfiát. Hogy-hogy? Kérdi a pap megütközve. Egy része a lakosságnak nem kerül oda a temetőbe. Nem ám, soha. Fölfalják télen a farkasok, anélkül, hogy bejelentenék a parókiát. A másik része pedig nyáron idegen országokba részbe beadja a kulcsot, ugye? Tódítá Klincsok György. És csak egy írka-firka jön róluk a bíróhoz. Na, ez ugyan rossz kilátás, de hát a parókia földjei, na mennyi földje van? Mondják már a parókiának. De erre aztán egyszerre akart beszélni mind a három. Klincsok György hátrahúzta
az előtérbő Szlávik Pétert, s maga állt oda az Isten szolgája elé. Föld? Hát, hogy mennyi föld van? Hát amennyi, csak parancsol, ha 100 hold kell, mind a 100 hold, 500 hold, kiáltál lelkesülten Klincsok. Földet, ha csak nem vonunk meg a papunktól? A pap arcán valami örömféle kezdett derengeni, amit azonban nem tűrhetett sokáig a gonosz lelkű Szlávik. Mert tetszik tudni, úgy van az, hogy a glogovai határ még a mai napig is tagosítatlan. Rendes telekkönyve sincsen, volt valami összeírás a földekről, de 1823-ban elégett a község ládája, és vele együtt az összeírás. Mindenki annyi hát, amennyinek a megműveléséhez elég igavonó és kézi ereje van. Ki kiszántja magáét, s ha évek folytán elromlik, elárkosodik, összehasadozik a földje, keres magának más szántani való területet, a fele határ mindig gazdátlanul áll, persze a rosszabbik fele, amelyikben nem érdemes babrálni. Értem, sóhajtott fel a pap. Ebben a felében van ugye a parókia földje is. Vékony kilátások voltak ezek a jövőre nézve. De csak mégis megnyugodott apránként, ha aggodalmak szorongatták is, leöblítette őket egy imádsággal. Az imádság volt a dominiuma, örökké termő földjével, minden percben mindent kaszálhat rajta, amire csak szüksége van. Türelmet, reményt, vigasztalást, megelégedést. Lassan hozzálátott a lakása rendbehozásához, hogy végre egyszer a maga ura lehessen. Csak egy káplán tudja, hogy mit jelent ez. Szerencsére a szomszéd faluba Kopanyicán egy iskolatársát fedezte fel, Urszinyi Tamás volt ez, nagy, bröntes ember, nyers, egyenes szavú, de jó szívű. Urszinyi segíti némi kölcsönnel. Glogova, kutyafészek, mondta Urszinyi. Bizony, az nem a nyitorai püspökség, de ki tehet róla. Sovány nyáj, sovány pásztor. Ki kell állam? Dániel még rosszabb helyen volt az oroszlánokkal. Ezek végre is csak birkák. Akiken nincsen gyapjuk, jegyezi meg a tisztelendő nevetőn. Ám még az is van, de neked nincs hozzá ollód. Kevés napok alatt bebútorozta magát a kölcsönvet pénzen, és egy szép őszi délutánon beköltözött végre a saját parókiájába. Micsoda boldogság volt az, a saját házába járni, kelni, rakosgatni, és milyen édes álom esett tulajdonágyában, azokon a vánkosokon, amelyek tollúját az édesanyja fosztotta. Úgy elgondolkodott, hosszan elábrándozott, lefekvés előtt megolvasta a gerendákat, hogy el ne felejtse, miről is fog álmodni. Nem is felejtette, nagyon szépről álmodott. Szülőfaluja rétjein pillangót kergetett, fészket szedett, ülgét öntött. Pajkos leány és fiú pajtásokkal össze is kaptak a Szabó Palival, jól el is náspángolta volna Palit, éppen emelte volna már a vesszőjét, amikor megzörgette valaki az ablakot kívülről. A pap fölriadt, összerezzent, és kezdte az édes álmát kitörülgetni a szemeiből. Reggel volt már, a nap besütött. Mi az? Kiáltál. Nyisd ki az ajtót, Jankó! Jankó? Ki szólítja őt Jankónak, tenek, magyarul? Mint a pajtások valamelyike volna, akiktől csak az imént vált meg álmában. Kiugrott az ágyból hirtelen, és az ablakhoz szaladt. Ki van odakünt? Ki szólít? Én volnék a Billegi Máté uram. Otthonról, gyereki Jánoskám, az, hogy tessék egy kicsit kijönni, tisztelendő úr. Hoztam valamit. A pap sietve rángatta fel ruháit, szíve lázasan dobogott, a rossz hír előszelét talán már megérezte gyöngéd lelke. Kinyitotta belülről a pitvarajtót, és kilépett az eresz alá. Itt vagyok, Billegi Máté uram, itt hozott kegyelmet. De Billegi uram már akkor nem volt ott, hanem tűnt az úton állott, a zsákokkal megrakott szekere mellett, s a kosarat kötözgette le, melyben a kis Veronka ült, és a lúd. A lovak, a sármány és a fecske bágyattan eresztették le a fejüket, a sármány szeretett volna egy kicsit ledőlni, próbálta is, de a kocsi rúd miatt nem tehette. Amint fél oldalra is billent,
érezte a hám köteleit a bőrébe bevágódni, és a lóbecsület nem engedte, hogy addig kényelembe helyezkedjék, amíg a hám rajta van. Nagy dolognak kell annak lenni, hogy a fölszer számozott ló lefeküdjék. A lóban nagy a kötelességérzet. Billegi Máté most megfordult, és észrevette a papot a küszöbön. Hopp, Jankó! Hopp, de megnőttél! Elnyed, de nyurga legény lettél! De elcsodálkozna az anyát, ha élne. Az eddig vigye el ezt a kötelet, ugyancsak erős görcsöt csináltam rajta. A pap egy-két lépést tett előre a szekér felé, hol Billegi uram még mindig a kosár leoldozásán fáradozik. A szó, ha anyád élne, egyszerre a homlokára zuhant, mint egy éles kő, feje zúgni kezdett, lábai megtagadták a szolgálatot. Anyámról beszél kegyelmed? Dadogta sápadtan. Anyám meghalt. Letette szegény lélek a kanalat, de ímhol, kivevén zsebéből a fanyelő bicskát, elnyisszantotta vele a kötelet, a hugocskád, vagy uram, bocsáss, mert olyan kurta eszem van, mint a csirkének, mindig elfelejtem, hogy a tisztelendő úrral beszélek. Elhoztam a tisztelendő úrnak a hugocskáját, hová tegyem le? Ezzel leemelte a kosarat, melyben a gyermek aludt szép, csendesen, nyugodtan, a liba mellett. A liba úgy vigyázott rá, mintha valami pesztonka lenne. Kergetvén el mellőle, örökké izgő, mozgó nyakával jobbról-balról a legyeket, amelyek szívesen szálltak a leányka piros szájacskájára, mint a mézre. Az őszi nap elagott fénye beragyogta a kosarat és az alvó gyermeket. Máté gazda kérdőn függesztette vízszínű szemeit a papra, várta, hogy az szóljon valamit. Meghalt, kérdeztem nagy sokára. Lehetetlen az, nem éreztem meg. A homlokához kapott és felkiáltott fájdalmába. Senki sem értesített. Ott se lehettem a temetésén. Magam se voltam ott, mondta Billegi uram. Talán vigasztalni akart azzal, hogy ő sem volt ott, aztán hozzátette jó akaratulag. Isten őfelsége magához vette, az ő trónusához szólította. Nem hagy itt az egyikünket se, tisztelendő uram. Ezek a rusnya békák, hogy ráléptem most itt egyre. A paplak labodával, maszlaggal benőtt udvarán vígan ugráltak, cuppogtak a békák, melyek a templom lyukacsos, nedves fundamentumából jártak ki ide, sütkérezni. Hová tegyem le a gyereket? Ismétlé Billegi uram, de miután nem nyert választ, szép óvatosan leeresztette a kosarat az eszterhaj alá. A pap le volt sújtva, érzéketlenül megzsibbadt lélekkel álltott, szemeit a földre szegezve, úgy érezte, mintha szaladna a föld a házakkal, a lécemkerítésekkel, Billegi Mátéval, a kosárral együtt, és ő csak állna, egyre állna rajta, képtelen mozdulni akár ide, akár oda. A háttérből az ukrica erdő fenyvesei zúgtak, mintha valami csodálatos, szívet összefacsaró szózat szövődnék a zúgás közé, az édesanyja hangjához hasonló. Reszketett és figyelt, ezeket a hangokat igyekezett külön választani, és mikor már szinte sikerült egyet-egyet felismerni, megkülönböztetni, egy idegenszerű búgás ketté csapta magába most. Pedig csitt, csitt, né, most is az anyai hang szólott ki az erdőből. Neveld a gyermeket, Jankó, Jankó! De míg a túlvilági hangokat kapkodta János pap, Billegi Máté uram megorrolta a szótlanságát, tehát legalább egy barátgaras mégiscsak megérdemelne, ha egyebet nem. Barátgarasnak a köszönömöt hívják arrafelé. Ha már így van, szólt ő kegyelme bosszusan, és megsuhintotta az ostorát. Isten áldja meg tisztelendő, gyí sármány! János pap még mindig nem válaszolt. Észre se vette nagy fájdalmában, ami körülötte történik. A lovak már meg is indultak, mellettük gyalog Billegi uram, mert domnak megyen az út, lassú, haragos mormogással, hogy ez se valami különös ám a világrendben, hogyha a kis csirkéből páva lesz, a csirke állapotjára nem emlékszik. Fölérvén a dombra,
Még egyszer visszapillantott, és meglátván a még mindig mozdulatlan kántor fiút, hogy mint egy nyugtatványozza az elvégzett kötelességét, rákiáltott. Aztán átadtam ám, ami átadni való volt. Elocsudott a kiáltásra, megrázkódott, lelke visszatért szomorú barangolásából, mert messze barangolt az anyja után. Első dolga volt anyját fölkeresni, beletöltötte azt az időt még egyszer, amit már vele töltött az előtt, és aztán vele töltötte képzeletében azt az időt is, amitől a távolság megfosztotta. Ott volt a haldokló ágyánál, térdepelve, imádkozva, és amire akkor az anyja gondolt, ami mondani valója volt, utolsó sóhaját a levegő átvette, a szélnek odaadta, szél az erdő által kikiabálta. Neveld a gyermeket, Jankó! Nem szükség a gyermeknek otthon lennie, hogy a haldokló szüle utolsó akaratát, vágyát megtudja. Papírosra sem kell tenni azt. Nem baj, villamos drót, ha el nem viszi. Vannak arra különb, nagyobb erők. Jánosnak az volt az első ösztöne, utána futni Billegi uramnak, hogy álljon meg, beszélje el, mindent beszéljen el anyjáról, amit tud, hogy élt utolsó két évében, hogy halt meg, miképpen temették el, mindent, mindent. De a halápi szekér már messze járt, és e percben a kosarat pillantotta meg, az kötötte le a figyelmét. A kosárban kis hugocskája aludt. A fiatal pap még nem is ösmerte, soha nem látta a gyermeket. Apja temetésén volt utoljára otthon, anyja szekeret küldött érte, most senki se értesítette. A kis Veronka még nem volt a világon, csak édesanyja leveleiből tudta, hogy egyáltalán van. És a levelek is olyan szégyenlősek, olyan szűkszavúak voltak. János odalépett a kosárhoz, megnézte a pufók rokonszenves arcocskát. Van benne valami a mamából, gondolá. És amit nézte, tovább nézte, kezdett ez az arc nőni, változni, s vibráló szemei elé egyszer csak vonásról vonásra előpattant az anyai arc. Szent Isten, milyen csoda ez, milyen káprázat ez! Csak egy fél percig tartott az egész, aztán újra kicsi gyermek volt. Ó, csak kinyitná a szemecskéit. Úgy szerette volna János, ha kinyitná, de nem nyitotta ki, csak hosszú pillái serkedtek ki a két hasadékból, mint fekete sejem rojtok. És most ezt nekem kell felnevelnem, tűnődött János, és végtelen melegség futotta el a szívetáját. És föl is fogom nevelni. De miből, Istenem, miből? Hiszen magamnak sincs mit ennem. Ha mihez kezdjek? Mihez? Mint ahogy eddig is, ha a lelkét csüggedés szállotta meg, és tanástalanság, az imádságra gondolt. Most is ezt tette, átment a templomba, imádkozni. Éppen nyitva volt az Istenháza, két öreg anyóka meszelte a belsejét. János pap nem ment az oltárhoz, mert éppen ott pepecselt a két anyóka, hanem mindjárt kívül a szentelt víztartó mellett állt a Jézuska alakja fából és pléből, hát előtte térdepelt le. Az esernyő és Szent Péter. Igen, a Jézus elé térdepelt le a pap. A Jézushoz fordult, ami urunk Jézushoz. Milyen szerencse az emberiségre, ez a Jézus, ez az Isten, aki ember volt. Az Istenről nem tudom milyen, a Jézusról tudom. A Jézus ösmerősem, és mindenkinek ösmerőse. Tudom, mit csinál, tudom, hogy gondolkodott, még az arcát is ösmerem. Nem az tölti el a lelkemet megnyugvással, hogy ő uram nekem, de az, hogy ismerősöm. 2000 évnek előtte élt ezen a földön egy ismerősöm. Milyen világot összekapcsoló gondolat. Az akkori emberekből és az utánuk valókból is por lett, a porból fű lett, a fűből tudja Isten mi lett, de ő, az én ismerősöm mindig élt, mindig volt és mindig lesz.
Ha elutazom messze idegen országokba, idegen népek közé, az arcok mások, az állatok is mások, a füvek is mások, az ég is más. Már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó elhagyatottságomban és magányomban, hogy nem is ezen a világon vagyok többé. Amikor egyszerre csak valamely ember lakta telep szélén, elémbe bukkan egy kereszt. Azon egy sebektől vérző pléen egy ember. Az én ismerősöm. Aha, itt van ő. Még itt is itt van. Én nem vagyok többé egyedül. És nem vagyok elhagyatva. Letérdeplek előtte akkor én is, és elmondom neki épp úgy, mint most ez a pap, hogy a szívemet mi nyomja. Segíts meg engem, Uram Jézus! E gondolatokat terjeszti eléje János pap. Anyám meghalt, kisugomat elhozták nekem, igen, nekem kell őt felnevelnem. Szegény vagyok, gyámoltalan vagyok, sose tudtam, hogy egy gyermekkel mit kell csinálni. Hogy mentő gondolatot, Jézus! És hajítsd le kimeríthetetlen bőség szarútból az eszközöket, hogy őt táplálhassam, gondozhassam. Tégy velem csodát, Uram Jézus! A plére festett Istenfiú, mintha hallgatná az ima szavait, az árnyékok és a fénysávok, amik az ablakokból, a falakból őre elvetődnek, és ő rajta rezegnek, mintha az ő arcának a nyilatkozásai volnának, mintha ő mosolyogna sok szenvedései közepette, és integetne a fejével. Jól van, mindent tudok. Majd közbeavatkozom. Sokáig imádkozott, így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez alatt, mint ahogy őszkor gyakran megtörténik, a tikkasztó szinte természetellenes meleg után, hirtelen beborul az ég, fekete felhőjű vihar keletkezik. Mikor kilépett a templomajtón, óriási záporeső zuhogott, a falu mögötti hegyekről szilajon nyargaltak le a vízzel megtelt patakok, és a barmok bőgve szaladgáltak az utcákon. Jánost a rémület fogta el. A gyermeket ott hagytam az eszterhaj alatt, jaj, annak vége van. Mint az őrült rohant a lakóháza elé, és igen elcsodálkozott a látványra, amely előtte kitárult. A kosár ott állt még most is. A gyermek a kosárban ült, és a lúd az udvarba szaladgált, az eső zuhogott egyre, zuhogott az eszterhéj alá is, patakokba folytott is az esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az esernyőn, az alján is alig lehetett fölismerni az apró virágos csíkot, mely körös körül futott a régi idők divatja szerint. A fiatal pap hálás szemet vetett az égre, fölkapván a gyermeket a kosárból, összecsókolta, és bevitte az esernyő alatt a szegényes szobába. A gyermek szemei most ki voltak nyitva, kékek voltak, és bámészan tekintettek a papra. No, hát ez nagy szerencse, mormogta a pap, hogy ez a gyermek át nem ázott, hát úgy áthűlhetett volna, hogy bele is hal, tekintve, hogy nem tudnék rá száraz ruhácskát adni. De honnan kerületett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan? Glogován nincsen esernyője senkinek. A szomszéd házakból a parasztok barázdákat ástak az udvarokon, hogy azokon a víz lefolyjon. A tisztelendő úr sorba kikérdezte. Nem látták-e, hogy volt valaki a gyermek mellett? A gyereket látták, de mellette tudtukkal senki nem fordult meg. Az öreg Adamec Mátyás néki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejére, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé változzon át mindjárt, ha nem így van, mert tudnék Adamecné mondja, hogy a Szűz Mária maga eresztette le ezt a szerszámot a szegény árva védelmére. Ostoba fecsegés az Adamecné. Adamecné szeret felhőpinteni a garatra, nem csoda, ha többet lát, mint kellene. A múltkor nyáron is Péter Pál éjszakáján megnyílt előtt a menny. Hallotta énekelni az angyalok seregét, és látta őket, amint processzióval járulnának Isten őszentelsége elé, ki a karbunkulus trónján ült. Ott ment a processziós népség között
az ő harmadéve elhalt unokája, Plachta Jankó is, gyors gatyáskájába, veres mellénykébe, melyet maga Adamec név volt annak idején. S a közelebbi évtizedben elhalt glogovaiak közül is megpillantott néhányat, amint ott lépkednek a mennyei énekszó mellett, lassan, ünnepélyesen, szakasztott azokba a ruháikba, amelyekbe eltemettetének. Képzelhetné, hogy Péter pár napja után, mi ezt a látomány híre szétment, mennyire kapós volt a szent özvegy. Sorba jövének hozzája, kinek elhalt kedveseik vagynak a föld alatt, nem látta azokat a fenn az égben? Hát az én lányomat, hát az én apuskámat, hát az én szegény uramat. Hitték, mert van benne valami észszerű, hogy Adamesznének többet megmutatnak a mennyei hatalmak, mint akit más anya szül. Mivel, hogy az Istenbe boldogult apjával, Flinta Andrással, aki nagy tolvaj hírében állott, valóságos csoda történt. Midőn a glogovai temetőből országútnak szakítottak le egy darabot, most 80 éve, felásták a sírját, hogy újba tegyék át, és megnézően az öreget csodálkozva látták, hogy szakálla nőtt a sírba. Noha halálakor 5 tanú bizonyítja, szép tisztára megborotválta Gundros Tamás, a tehénpásztor. Hát, hogy az öreg Flinta most az égben van, az annyi, mint a 2x2, s ha ott van ők igyelme, amilyen ravasz imposztor volt, bizonyára nyitva hagyja némelykor az ajtót egy kis bekukkanásra az ő Agnisa leányának. Igaz ellenben, hogy Babka Pál a harangozó mást állít. Babka Pál azt mondja, hogy amikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picint hátrafordult, egy vén zsidóforma alakot látott szambogni az úton a parókia irányába, és annak a kezébe volt az a piros óriási vászontányér, melyet a tisztelendő úr a kosába talált. Papka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, a szél is verte a képébe a port. Csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, arra esküt is merre tenni, pedig Babka Pál szava hihető ember. Ezt a zsidóforma alakot mások is látták. Öreg volt, hosszú, őszhajú, meghajlott hátú, a fogantyújánál malackfark módjára kunkorodó bot volt a kezében. A pribilék kútjánál a szél lekapta a kalapját a fejéről, és egy akkora fehér kopasságot lehetett a feje búbján látni, mint egy kantárkarika. Akármi legyek, mondott az egyházfi, ő látta így kalap nélkül, ha nem úgy nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter. Szakasztott olyan volt, csak éppen a kulcsok hiányoztak a kezéből. A pribilék kutyától átcsapott egyenest a Stropov István lucernásának, ahol is a krátkié kajla tehene, mely oda beszabadult, fel akart öklenni az öreg zsidót, mire az botjával megütötte. S azóta a tehén, kérdezzék meg Kentek a krátki familiától, 14 ice tejet ad naponként, azelőtt istenes volt, ha 4-et adott. A falu legvégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotára. Az Erzsi lány megmondta neki, mire megindult a kitaposott gyalogúton fel a hegynek. Úgy rémlett most utólag Erzsinek, hogy alig ha ott nem volt a feje körül, amint ment a fénykarika is. Hát persze, hogy a Szent Péter volt, miért is ne lett volna, hisz eleget járt, eleget csöklött, botlott itt az előtt, Krisztus urunkkal. Maradt is annyi krónika a viselt dolgairól, hogy 100. emberölt is meséli még, és ami egyszer nem volt lehetetlen, másodszor is megtörténhetik. Fülből fülbe szállott a csodás hír a faluban, hogy a pap kis hugocskájának egy vászon sátrat küldött le az úr, a nagy felhőszakadás óráján, hogy meg ne ázzék. Magát az öreg Szent Pétert szalasztotta le az árvák és gyámoltalanok gondviselőjén. Bezeg lett erre jó dolga a gyermeknek. Legott divatba jött. A falu öreg asszonyai neki gyürkőztek, nosza hamar, kalácsot dagasztani, tejbe kását főzni, mákos patkót sütni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte a tisztelendő az ajtót nyitogatni, napközben olyan sűrűn hordták a hótiszta szakajtókendőket betakart tálakba a sok finomabbnál finom elemózsiát, János pap csak ámult, bámult, mind egyre csak jöttek.
Jaj, lelkem tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt hallottuk, hogy a kisuga megjött. Hát azt gondoltam, hogy jól fog neki esni egy-két ízes falat. Bizony lehetne különb is, de hát amin ő telik a szegény ember. A szívünk kitűnő, lelkem tisztelendő, de a lisztünk nem mund liszt. Az a zsivány molnál megégette egy kicsit, már azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gyehennára való. Szabad a kis angyalkát meglátni. Jaj, azt mondják, hogy valami remek jószág. A tisztelendő hogy ne engedte volna meg, hogy sorba odajáruljanak a csepp Veronka elé. Simogassák, becézgessék, összefalják, nyalják. Némelyik még a lábacskáját is megcsókolta. A pap gyakorta elfordult, hogy észre ne vegyék a hívei a könnyeket, amik elérzékenyülésében a szemeiből szivárogtak. Amellett a lelki ismeret is mardosta, szemrehányásokat tett magával. Mennyire félre ismertem ezeket az embereket. A kerek világon nincsen jobb nép, mint a glogovai, és hogy szeretnek? Bámulatos, hogy mennyire szeretnek. Öreg uzsonna táján eljött Adamecné, és aki pedig nem sokban nézte eddig elé az új tisztelendőt, s aki azon a réven, hogy az apja szakálla kinőtt a holta után, ami által némileg a szentek közé keveredett, joggal vélt avatkozni az egyház dolgaiba. Tisztelendő a csuska, mondá, a gyermekhez valami gondviselőné kellene? Hát az bizony kellene, szólt a pap elgondolkodva, de hát szegény az eklézsia. Szegény az ördög, pattant fel Adamecné, mert lelke nincs, nekünk pedig van lelkünk. És végre is a tisztelendő úr nem tudja a leánkát sem felöltöztetni, sem megbozdatni, sem haját befonni, és aztán, ha enni kér napközben, hát a kántornál nem lehet kosztolni egy gyereket. Itthon kell főzetni, szent atyuskám. Én mondom ezt az öreg Adamecné. A harangozó meg jó arra, hogy takarítson, de mit értene a mamlasz egy gyerekhez? Igaz, igaz, de hát hol vegyem a... Hol vegye? Hát nem itt vagyok én. Engem az Isten is papszakásténak teremtett, mint hogy már én bennem a gyanú meg nem botlik. Igen, igen, ötölt hatolt a pap, de honnan vegyem én a fizetését? Adamecné a csipőjére ütött két oldalról a két tenyerével. Adj ez kettőnkre, édes lelkem, én rám meg az Úristenre. Majd megfizeti ő nekem az atyuska helyett. Még az este beállok a szolgálatba, elhozom magammal az edényeimet is. A pap egyre nagyobb bámulatba gurult. Hát még Urszinyi, amikor estefele átjött látogatóba, s a pap elbeszélte neki a mai nap történetét. Az Adamecné ajánlatát, hát ott aztán összecsapta a kezét. Adamecné, az az öreg boszorkány, fizetés nélkül. Hogy majd az Isten fizet meg érte? Na János, ilyen csoda még nem történt, hogy glogovai ember készfizető kezesnek az Istent fogadta volna fel. Hát te valóban megbabonáztad ezeket az embereket. A pap csak csendesen mosolygott, és mély áhítat rezgett a lelkében. Ő is érezte, hogy csuda történt, hisz minden olyan rendkívüli, olyan megfoghatatlan, de sejtette a változások forrását is, az ima, melyet a Jézushoz intézett a hideg templomi kövön térdepelve meghallgatást nyert. Igen, odafönt. Jézus beszedte a glogovaiak önző lelkét, és mindeniknek a magáéból küldött. Jézus lehellete érzik az emberek arcán, viselkedésén. Valóban csuda történt. Az esernyőről forgalomba jött híreket, részint nem hallotta, részint mosolygott rajtuk. Igaz, hogy nem értette, miképpen került oda az esernyő, egy percig csodálkozott rajta, de aztán nem törődött vele, és oda támasztotta egy szögletbe, ha a tulajdonosa jelentkeznék érte, ám bár hiszen össze-vissza nem ért öt garast. Hanem a mai nap eseményei mindezzel ki nem merültek. Este villám gyanán terjedt el a hír, hogy Gongoly Mihályné, a glogovai nábób neje, belefúlt a Bielavodába, mely a felhőszakadástól átkozottan megáradt. A szerencsétlen asszony át akart menni a padlón, hogy a túlsó parton rekedt libáit visszahozza. Vissza is húzta már a gúnát, még egy fekete bóbitást is a hóna alatt, de amikor újra átment a másik kettőjét, valahogy megcsúszott a lába, és belepottyant a tajtékozva nyargaló folyamba. Uram, fia,
Még reggel víz se volt benne, egy kecske is kiitta volna egy húzomra, és délre már őrült folyammá dagadta, s a szegény asszonyt senki sem lévén a közelbe, örökre elnyelte. Kereszték egész délután, hová áll, tűvé tettek érte csűrt padlás pincét, mikor aztán este Lehota mellett kivetette a víz a holttestét. Ott bukkantak rá lehotai emberek, fölismerték, s lóháton nyargat ide az egyik híradással Gongol Mihályhoz. A rémeset nagy izgalmat keltett a községben, az emberek csoportosan gyülekeztek egyes porták elé. Az Isten bír a gazdagokkal is. Klincsok György bezörgetett a paphoz is. Nagy temetése lesz holnap után. A harangozó betért egy kupica pálinkát, remélve a hírét a kántorhoz. No, kántor uram, mondá, most szedje össze az eszét, kövér halott van, szép versek fognak kelleni. A harmadnap csak ugyan megvolt a temetés, régen volt már ilyen glogován. Gongol uram a lehotai papot is elhozatta, hadd sírassa két papa koporsót. Beszercéré hozták azt váltott lovakon, a keresztet elvitték kaponyicára, hogy az asztalos befesse feketére, fehér betűkkel ráírván a megboldogult nevét, és vízbefullásának napját. Rengeteg nép volt. Hát, ha még szép idő lett volna, de amint már éppen megindult a pap teljes ornátusba, a minisztránsokkal a halottasház felé, egyszerre megint nagy záporeső kerekedett, mire vissza is szalasztotta a kvapkát. Menjen kent hamar, és hozzá az esernyőt, az almárium mellé van támasztva. Kapka Pál bámész szemeket vetett a tisztelendőre, tudta ő is, mi az az esernyő. Ejno, mondta a pap türelmetlenül, azt a nagy vászon karika formát értem, na, amit a kis hugon kosara felett találtunk tegnap előtt. Most már értem. A tisztelendő nehogy megázzék, behúzódott a Majgó Péteri keresze alá, még kisvártatva hozta az esernyőt a gyorslábú kvapka, mert ő tisztelendősége minnyájuk nagy bámulatára kezének egyetlen mozdulatával kipeckelt széles kerekre, hogy úgy nézett ki, mintha 100 denevér szány volna egymásba forrasztva. Azután megfogván a nyelénél, felemelte a feje fölé, s ment lassan, méltóság teljesen, anélkül, hogy ázott volna. Az esőszemek haragosan cuppogtak, kopogtak a furcsa alkotmányon, de a tisztelendő testéhez nem érhet vén, szép csendesen lefolytak az ernyőzőt. A temetésen is mindenki az esernyőt bámulta, erről suttogtak egymással az asszonyok és a férfiak. Ezt hozta a Szent Péter, ezt! Csak a kántor úr szép versei vonták el egy pillanatra a figyelmet, s feltört a zokogás itt-ott a gyülekezet között is, amint a legérzékenyebb búcsúszavakkal szólaltatta meg a halottat. Búcsúzom, búcsúzom felső-alsó szomszédomtól, Lajkó Pálkomámtól, Klincsok György sógortól. Lajkó Pál egész házanépe sírni kezdett, Klincsokné elragadtatva felkiáltott. Istenem, hogy bírta ilyen szépre kigondolni? Amely felkiáltás nagy animót öntött a kántorba, s följebb emelvén a hangját még szebben, még érzékenyebben szólongatta a halott nevében a többi ismerősöket és rokonokat. Nem maradt itt talán egyetlen szem se szárazon. Alig, hogy elkaparták Gongolnét, még kisebb beszélhették magukat a falu öregasszonyai a temetési pompáról, Gongol özvegységéről, és uramfia, bocsáss meg nekik a fecsegésüket, hogy már a temetésen keresgélte volna héja szemeivel a Tyurek Anna szép arcát, amiről a vak is megjósolhatta, hogy Gongolné híres mentjékje. Nem sokáig maradt gazdátlanul. Mondom én, hogy alig józanodta ki a sírások a sok pálinkától, amit a torba bevettek, mikor már ismét új sírt kellett ásni. Gongolné után meghalt a Srankó János, aki azelőtt is sokat settenkedett a Gongolinné körül, amikor az még helyes menyecske volt. Most aztán, mintha összebeszéltek volna, együtt mentek el. Szinte így várta már ezt az ember. Azelőtt is beszélték némelykor a mezőn, hogy eltűnt Gongolné a rozsokba, ugye? Aztán kisváltatva valahonnan csak előbukkant a Srankó, és
az is eltűnt a rozsokba. Azok az istentelen rozsok. Olyan magasan megnőnek, hogy minden bolondságot eltakarnak. Most is egymás után tűnt el a két árnyék a végtelen semmiben. Szankót halva találták a temetés után való reggel az ágyba, úgy látszik a halál mennyköve, a guta suhintotta meg. Sankós jómódú ember volt, mágnács, 300 birkája legelt a határba, és sok földet szántott, neki is fényes temetés járt, de nem is volt hösvény. Srankóné maga ment el a tanítóhoz, paphoz, megrendelte, hogy minden úgy legyen, ahogy Gongonné temetésén volt. Kerül, amibe kerül, de a Srankó família se kisebb, mint a Gongolyék. Két pap legyen a temetésen, négy minisztráns gyerek fekete szoknyácskában, folytonos halangozás, és a többi meg a többi. János pap megelégedetten bólingatott a fejével. Meg lesz, minden meg lesz. János pap kiszámított a krétával, hogy mibe kerül. Ugyan, szólt Srankóni, de adja még hozzá, tisztelendő uram, azt a pirosat is. Hadd lássuk, hogy azzal vajon mennyi lesz, mennyivel lesz drágább. Miféle pirosat? Hát, amit a Gongolné temetésén tartott a feje fölött, gyönyörű volt az. A pap meg nem állatta, hogy el ne nevesse magát, de hisz ez lehetetlen. Srankóné megneheztelve pattant fel, hátra szegve a nyakát kevélyen. Miért volna lehetetlen? Az én pénzem csak van olyan, mint a Gongolné. Hát nem úgy van? De édes Srankóné, hiszen akkor esett az eső. Holnap meg valószínű, hogy szép idő lesz. Srankónét azonban nehéz volt levenni a lábáról a kapacitálással. Ő még jobban értvén a dialektikához, mint a tisztelendő. Hogy akkor eső esett? Hát annál inkább hozhatja a lelkem szent atyuskám a pirosat, mert legalább nem ázik meg a drága jószág. Aztán megérdemli a szegény megboldogultam. Nem voltam az érdemtelenebb ember, mint a Gongolyné. Bíró viselt ember volt az én uram, az anya szent egyháza is áldozott. Most 5 éve ő hozatta azokat a talkagyertyákat az oltára, Besztetsze bányáról, a nagy fehér asztal terítőt pedig len, az ő testvér húgas lingelte. Hát meg kell lenni annak a veresnek. De csak nem tehetem magam nevetségessé, hogy esernyő alatt temessek, derült napsütéses, napfényes időbe, adjon fel ezzel a hóbortal, Srankóné. Srankóné azonban erre sírva fakadt, hogy mivel érdemelte ő meg azt a szégyent, hogy az Isten szolgája megvonja azt a tisztességet, ami a halottnak jár, és ami az élőnek meg jól esik. Mit fognak mondani a faluba? Azt fogják mondani, hogy Srankóné még a tisztességes eltakarítás se adta meg az urának. Belökette a gödörbe, ahogy a koldusokat szokás. Tegye meg, tisztelendő uram! Könyörgött, és míg a nedves szemét törülgette a keszkenőjével, addig-addig morzsogatta az ujjaival annak egyik csücskét, amíg azon a bok kioldozódott, és kihullott belőle egy 10 forintos bankó. Srankóné fölemelte a földről, és oda tette finom szerénységgel a pap asztalára. Ezzel még megtoldom, csak meglegyen a teljes pompa, kérem alása. Erre a jelenetre betört a konyhából Adamecné is köténybe főzőkanállal, hozzá csatolván a maga kérését. Úgy, édes tisztelendő, a Srankó istenes ember volt, nem igazán az a sok pletyka, amit róla beszélnek, de igaz volna is. Akkor ez az igazság éppen a Gongolnét sújtaná, Isten nyugosztalja. Na hát, az egyiknél ott volt a szentes ernyő, bátran ott lehet a másiknál is. Vagy már haragszik az Istenke eddig is, vagy akkor mindegy, hogyha egy kicsit jobban haragszik, vagy még nem haragszik mondjuk, akkor most se fog haragudni mondjuk. Ugyan, Adamecné, nem szégyelli magát én ostobaságokat beszélni. Adjanak nekem békét az eféle babonákkal. Az egész kívánság, hát egyszerűen nevetséges. Hanem a két asszony ugyancsak nem lehetett lebeszélni. Tudjuk mi, amit tudunk, minket a tisztelendő úr el nem ámír, nem ám. És addig rimánkodtak, okvetetlenkedtek, nem még végre beleegyezett, hogy Srankó Jánost is az esernyő alatt fogja temetni hozzátévén, addig el nem viszi a gazdája, mert az tény, hogy valaki itt hagyta, s ha érte ő, értsék meg, oda kell adnom.
Adamesné jelentőség teljesen hunyorgatott Sankónéra. No, afelől nyugodtan alhatunk. Aki azt elhozta, minden ezer esztendőbe egyszer szokott megfordulni a planétánkon. Valóban az esernyőre senki se jelentkezett, úgyhogy másnap, bár száraz, szép délután volt, és egy csöpp esőfelhő sem mutatkozik a mennyboton, a fiatal tisztelendőr mégis kinyitá az esernyőt a koporsónál, és az alatt menve kísérte a beszentelt koporsót a temetőbe. Négy erős férfiú, Szlávik, Lajkó és a két brontos magát testvér vitték a vállukon a Szent Mihály lovat, melyen a koporsó nyugodott. Isten akarata úgy rendeli, hogy a kovács műhely tájékán az egyik magát megbotlott egy kőbe és elesett, mire megijedt az utána ballagó Lajkópál, megrázkódott, elveszti lélek jelenlétét, a Szent Mihály lova félrebillent, és a koporsó lezuhant a követre. Nagyot recsent, meghasadott, összetört, megvillant egy percre a slingelt szemfedő, majd később látható lett a halott is, aki a nagy rázkódás következtében felocsudván a tetszhalálból mély lélegzetet véve megmozdult és felsóhajtott. Istenem, hol vagyok? Lőn nagy ámulás, bámulás, népek csodálkozása, mire a kovástól dunyhát, vánkasokat hozának sebesen, ágyat vetvére egy az udvaron talált vasas láda alatt levő kocsira, oda tették fel az Isten különös csodatétele által feltámasztott halottat, s átváltozván gyászmenetből Isten dicsérő processzióvá templomi zsolozsmák éneklése mellett kísérték haza a szegény Sankó Jánost, aki már útközben annyira magához tért, hogy otthon mindjárt enni kért. Egy köcsök tejet hoztak neki, a fejét rázta. Lajkó feléje nyújtotta a pálinkás bugykost, amely a tor szempontjából meg volt töltve, mosolygott. E nevezetes eseménytől kezdődik voltaképpen az esernyő legendája, amely szállt-szállt keresztül a fenyves erdőkön, az égnek meredő sziklákon, mindig messzebb-messzebb megnövekedve, fölfrissítve, újabb és újabb részleteket megaranyozva. A sziklán egy mélyedést találtak, az a Szentpéter lábnyoma volt, s ha a különös színű virág nyílt ki valahol a határban, oda a Szentpéter botja ért. Minden, de minden hirdette, hogy Szentpéter nemrég Glogován járt. Mégis nagy dolog az atyafiak, és magát az esernyőt a miszticizmus csodálatos fénye ragyogta be. A titokzatosság köde voltaképpen csak azt a körülményt akarta, hogy miképpen került a kis Veronka kosara fölé. De ez elég volt. A babona keresi a ködöt, a köd vonza a babonát. Ezek ketten osztoztak meg a prédán, a rozogó esernyőn. És híre ment messzire, amerre a Bielavoda folyik, és egyszerű tótemberek mesélik a pásztortüzeknél vagy a fonókban, ami fantáziájuknak imponáló, ami érdeklődésüket megragadja, bámulatra keltőt, rendkívülit. A népszerű Szent Pétert, a mennyország kapusát látni vélik, amint elhozza az esernyőt, hogy a pap hugocskája meg ne ázzé. Vajon hogy ereszkedett le az öreg az égből? Hát bizonyosan rájut valami felhőre, és azt lehozta szépen, és valamelyik hegyre letette. Aztán elbeszélik az esernyő csodás erejét, hogy a holt ember felkelt, amint megpillantotta, ugye, és így száll a legenda mindig tovább-tovább, magával hömpölgetve a glogovai pap alakját és a kisugáját. Hely, milyen legény lesz az, aki azt majd egyszer feleségül veszi? S ha a módos ember hal meg, még a tizedik faluba is elhozzák János papot a temetésre a dalmatikával, azaz a szent esernyővel, amely inkább már egyre inkább erekje lett. De nem csak a temetésekre viszik, hanem gyóntatni is nehéz, reménytelen nyavajásokat. Néha két napi járóföldre azzal a kikötéssel, hogy a Szent Péter esernyőjét borítsa a beteg fölé, amíg az gyógy. Lehetetlen, hogy az ne használjon. Vagy meggyógyul az ilyen beteg, vagy ha meg nem gyógyul, hát legalább üdvözül. A házasulandó párok is, ha nagy parádét akarnak kifejteni,
pedig azok mindig akarnak, azon fel, hogy otthon a saját papjuk összeesketi őket, még ráadásul elzarándokolnak a glogovai parókiára, úgy ott, az esernyő alatt, még egyszer egymásba kapcsolják a kezüket. És ez aztán az igazi. Vapka harangozó tartja fejük fölött a szent vászongombát, amiért aztán az ő tűzőjébe is csordul néhány ezüst hatos. Ami pedig a glogovai papot illeti, hát ahhoz úgy dől a pénz meg az ajándék, mint a zsákból öntenék. Eleinte szabódott, de lassanként aztán maga is hinni kezdte, hogy a veres esernyő, mely napról napra fakóbb, vedlettebb, isteni eredetű lehet. Nem egyenesen az ő imádságára lőne oda teremtve a leányka védelmére, s nem ebből eredtek-e jólétének, vagyonának, amelyet imádkozott minden forrása? Uram Jézus, mondta azon a szomorú reggelen, tégy csodát, hogy a gyermeket felnevelhessem. Íme csoda megtörtént. Pénz, jólét, gazdagság árad az egyszerű rongyos esernyőből, mintha a mesebeli bárányka volna, mely ha megrázza magát, aranyok potyognak a gyapjából. Az esernyő híre a magas körökig is eljutott, maga a besztelt cehely püspök őméltósággal is kíváncsi lett rá, s maga elé idézően a papot, az esernyővel egyetemben, miután megvizsgálta és elmondatta magának a történetét, áldatosan keresztet vetett magára. Deus est omnipotens, mondán, ami azt jelentette, hogy ő is hisz az esernyőben, vagyis, hogy Isten mindenható. Néhány hét múlva még többet is tett a püspök. Rendeletet adott ki János papnak, hogy az erekét ne magánál tartsa ezentúl, hanem a szanktuáriumba a templom holmiai között helyezze el. Mire János pap nyomba visszafelelt, hogy az említett esernyő voltak éppen a húgát, a kiskorú Béi Veronkát illet, és neki nincs joga azt elvenni, hogy a templomnak adja. Mihelyt azonban nagykorú lesz a lányka, semmi kétség, a templomnak fogja ajándékozni. De nem csak a papnak vált javára az esernyő, ki csak hamar igavonó barmokat is szerzett be, és nagy gazdaságot kezdett művelni, néhány év múlva pedig csinos kőházat építetett, fogatot tartott, hanem Glogova községét is emelte. Nyaranként egész rajokba jártak a környékbeli fürdőből az úriasszonyok, sokszor grófnék is, többnyire vén grófnék, hogy az esernyő alá állva egy imádságot elmondhassanak, és ezek számára egy vendéglő is épült, szemben a paplakkal a csodatévő esernyő szímeze. Egy szóval Glogova szemlátomást emelkedni kezdett, a haranglábat a sok látogató miatt megeresztelték a helybeliek, és takaros, ólomfedeles tornyot húztak fel. Abba a templomtoronyba két új harangot hozott már Besztercéről, s Rankó János a halál országából való visszatérése emlékéül egy gyönyörű szentháromság szobrot faragtatott a templom elé. A nevelőnő, mert Veronka mellett kalapba járó nevelőnőt tartott időre János pap, tele ültette a papudvarát georginákkal, fuchsiákkal, aminő virágokat még glogovai szem nem látott. Minden megszépült, megcsinosodott, kivéve Adamesznét, mert az még csúnyább lett azóta. És annyira ment a glogovaiak dőlte, hogy vasárnaponként délután, mikor az emberek ráérnek, össze-vissza fecsegni mindenfélét, én már azt kezdték feszegetni, hogy nem jó volna-e kálváriát építeni Glogován, olyan formát, ami nő Selmecen van, hogy a bucsus népek ide seregelvén koronként pénzt és eleséget hoznának ő nekik.